Összesen 2772 polgár vett részt, a polgárok szerinti költségvetés a te véleményed is számít akcióban, amelyet az Óbecsei Ifjúsági Szervezet az önkormányzattal és az ifjúsági irodával együttműködve valósított meg, azzal a céllal, hogy a polgárok aktívan részt vegyenek a 2020-as évre vonatkozó költségvetés felhasználásában és a döntéshozatalban. A tavalyi kampánytól idén kicsit eltérően dolgoztunk. Idén nem egy konkrét projekt keretében valósult meg ez a kampány, sokkal inkább önkéntesekként szerveztük meg és vettünk részt benne. A szavazás napjáról a polgárok interneten keresztül értesülhettek. A Facebookon 11,500 ember tekintette meg, az Instagramon pedig 2,500 látták. Azonban a szavazáson csupán 2772 polgár vett részt. Ennyien szavaztak az interneten keresztül, valamint a helyi közösségben. Az óbecsei polgárok a helyi közösségekben való szavazás során többek között a Tiszapart és a strand felújítására, a Petőfi Sándor általános iskola tornatermének befejezésére szavaztak, valamint kerékpárutak kiépítésére a Kishegyesi, a Szent Tamási és a Péterrévei úton. A bácsföldvári lakosok számára prioritás a vízhálózat és a szennyvízhálózat felújítása, míg a péterréveiek számára a közbiztonság javítása. Csikéri a pusztán hiányzik gyógyszertár, Milesevon és Dreán az iskola felújítására van szükség. Pecesoron legtöbben a Pecesor Péterréve útszakasz felújítására szavaztak. A jövő évi költségvetésben azok a prioritások is helyet kapnak, amelyekre a polgárok szavaztak. Nincs okunk arra, hogy másként cselekedjünk. Ezt azoknak a polgároknak is látniuk kell majd, akik most nem mentek el szavazni. Látniuk kell azoknak is, hogy ha a jövőben voksolnak, az általuk meghatározott prioritások is bekerülhetnek a költségvetésbe. A mi feladatunk az, hogy a polgárok igényeit figyelembe vegyük a költségvetés kialakítása során. Úgy kell kialakítanunk, hogy átláthatóbb legyen, hogy mindenki számára érthető legyen, milyen befektetések fognak megvalósulni. A polgárokat hamarosan értesítik a jövő évi költségvetésre vonatkozó közvita időpontjáról is, nyilatkozta Dragán Tosics Óbecse polgármestere.